streamen. Ja. Na, hogy most már jó. Hát majd mindjárt előről egészete. Na, bocsa előzőekért, kis technikai probléma volt. Hát üdv mindenkinek, Vermi 87 vagyok, vonalban itt van velem Kukac. Toljuk a Farm Simulátort. Így van, ugye a tavalyi ment... Háttérben lányomat halljátok. Ja, most már jó. Semmiféle fél is. Tavalyi mentést folytatjuk. A tavaly óta azért kicsikét játszogattunk, ezt-azt csináltunk, de az elmúlt pár napban erőteljesebben játszottunk. Az a kicsi az elég sok, ugye? Ja. Lényeg az, dolgozunk ezerre. Így van. Még egy nap simán elmehet. Mindjárt játékba leszek. Egy pillanat. Most folyamatosan már csak az állatokkal foglalkozunk. Annyit csináltunk, hogy a utolsó rész volt, amit ti is láttatok. Azóta vettünk sertéseket, meg kicsit fölbővítettük itt a szarvasmarha tartást is. Ott elég jól elszaporodtak az állataink. Most már pénzzel úgy vagyunk, hogy most már konkrétan nem akarunk nagyon termelni, hanem szeretnénk azt, hogy állatok föntartsanak minket anyagilag. Ez most már úgy néz ki, hogy működni fog. De azért még van velük így is munka, mert ugye kiszolgálni ki kell őket. Plusz termelni kell nekik az élelmiszert, tápanyagot. Betmondni az arcukba. Ja, nem szégyelleskednek, esznek rendesen. Nem. Zabálnak annyit, mint az állat. Mert állatok. Ja. Jó, azért nem csak ugye állattartásba fejlődtünk, hanem úgy mindenbe. Géppark is fejlődött. Vetési technológia is. Most már földeket egy-kettő. Most már biovetés van. Biogazdálkodás van, igen. Már nincs műtrágya. Most már állatoknak a trágya léjét használjuk vetéshez. Plusz melegházokat tartunk, amik óránként hozzák ugyanúgy a pénzt. Egész jól. Bővítettük a kaszállást is. Azóta már jó pár millió liter szilást eladtunk. Ja. Közben mindjárt megmondom, kiugrok a gépjárműből. Megmondom neked, hogy hány százalékon vannak még azok a melegházak. Jó van. Jó, meg úgyis... most már állatoknál nem teljesen automatizált rendszerünk van, tehát most már nem minden futószallagos. Mert közben annyira megnövekedett nekik itt a igényük, annyira zabálnak, hogy meg már futószallaggal nem jó etetni őket.
mert... Ha akkor a kupacokat kell... Ja, kiburítunk földre egy 50 ezer liter füvet, abban egy akkora kupac lesz, ennek a közepét kiszívja a futószalag, a többi meg ott marad, és azzal is folyamatosan csak a probléma van. És... nem érdemes. Na, még 22% a trágya, 40% meg a víz. Na, az jó. Akkor még egy nap belefér, nem? Ja. Jó, én meg elviszem a maradék trágyát még. Jó. Aztán... akkor már nem fog neked kelleni a kamion, ugye? Trágyát? Szilást. Szilást. Ja, akkor... Nem, akkor már nem. Egyik kamiont akkor elviheted. Vagy akár mind a kettőt is akarod. Hát mind a kettőt akarom, mert gondoltam, hogy aratok meg fát aprítok, hogy... neked gyorsabban legyen költőpénzed. Oké. Okay. Jelenleg trágyám van ott elég, csak a trágya, most van 55 ezer liter már. Oké, okay. Hát akkor biztos, hogy elég lesz. Uh-huh. Akkor még ki kell számolni, hogy körülbelül mennyit rakhatunk. Há jó, és még a dinnyókat nem is számoltad. Ja. Hát már van 85 disznunk. 10-et vettünk. Ja. De, hát, ja. Na szóval most már az a technológia van, hogy például a szarvas marháknak a füvet is, meg a birkáknak is a füvet már lebálázzuk, mert így sokkal nagyobb mennyiséget oda tudunk tárolni. Viszont így egy a probléma, hogy így nincs megoldott automat a rendszer, így oda kell menni, aztán meg kell rakni nekik a bálákat, de ja. Mióta volt update a játékban, egy-két dolog változott, amit észre is vettünk. Például most már... hoppá! Nem kell például szalma befúvóval benyomatni a istálló alját. Elrakodsz a birkáknak? A marháknál. Ráért. Majd hónap. Jó van. Majd mikor megyünk oda kirendezni, tudod? Uh-huh. Jó van. Na. A szalma befúvónál tartottál, bocs. Igen, hogy a... most már nem kell benyomatni nekik a szalma befúvóval az istálló alját, hanem most már a bálázott szalma kockát is elfogadja, ami marha jó. Följavítottuk itt a... az állatoknak a, legalábbis a szarvasmarháknak ugye kell ez a nagy tápértékű táp. Ja, láthatja. Meg kell keverni. Hát éppen láthatjátok a szalmabálákat, hogy milyen jó össze vannak rendezve. Ezek még a kezdetekkor szépen halomba álltak, tehát szépen összerakva. Igen. Csak egy kicsit ott a játéknak valami baja van, és folyamatosan remekteti őket, és saját maguktól burultak széje. Mert folyamatosan remegnek ott egy helybe a bálák. De lényegtelen. Lényeg az, hogy ott van most elég jó sok. Itt a verminnél látjátok, ahogy most itt kanyarodik be. Itt van ez a két kis házikó. Szalmapadlás. Szalmát, illetve szénát lehet beletárolni. Ja, itt a nagy értékű tápeledele. Ja. Marháknak, amit kukac nagy lelkűen összekevert. Egy darab ilyen házikóba az elhelyezhető tárgy 250 ezer litert be lehet tárolni. És most a keverés az manuálisan, nem önjáró keverővel vagy ilyesmivel működik, hanem a normális, manuális keverővel. Aláállunk annak egy kis házikónak, betöltjük a megfelelő mennyiséget. Ez a alap keverő autónál 16 ezer literesen az 6 ezer liter.
beleküldök egy bálakockát, a szilás meg futószalagon bele van húzatva, ugyanúgy aláállok a futószalagnak, így ez egész gyorsan megy. De egyébként a modoknál, ez nem gyári mod, modoknál van egy hatalmas nagy keverőautó is, 64.000 literes. Az is elég praktikus. Csak abba elég rossz kiburítani az anyagot, meg közlekedni vele, de forgolódni. Ezért inkább a kicsivel keverem a cuccot. Kicsit többet kell keverni, de úgy munkaidőre szerintem ez se több, meg az se több. Mert úgy, attól függetlenül ugyanannyit kell vele dolgozni, ugyanúgy meg kell keverni. Viszont azt érdemes figyelembe tartani, hogy ez a technológia így marha jó, viszont ezekből a kis házikókból, ezekből a szalmapadlásokról csak akkor lehet a keverőautóba belönteni a anyagot, ha még nincsen benne semmi, ha még üres. Ha már valami van benne, akkor már nem engedi beleönteni. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy a széna lesz az, amit így fogunk raktározni itt. Ez a kettőt raktunk le, az 500.000 liter. Abból 500.000 litert ezt így egybe megkeverem. Abból úgy már van élelem az állatoknak, mondjuk úgy. Elég jól. Ilyen egy-két óra munka megkeverni. Na, mi van? Hogy állnak a melegházak? Utána meg újra. Mindjárt megmondom. Pillanat. Le is tekerem. Utána meg újra termelem a raktárra az anyagot. Szóval ez úgy működik, hogy kiürítem a keverőautót, legelsőnek belerakom a szénát, utána a szalmabálakockát, aztán telehúzatom szilázsra. Bővítettük a kaszálót, ez rengeteg füvet hoz jelenleg. Ja, kicsit nagyobb réted van. Sőt, már méretén csökkentettünk is, mert már túl sokat hozott. Már nem akarunk igazából a szilázzsal eladásra foglalkozni, mert elég sok munkaóra belemegy, és ahhoz mérten relatíve kevés pénzt hoz. Így eleinte még így kiegészítőnek jó volt, de most már hatalmas nagy szükségünk nincs rá. Most ez az utolsó adag, amit elviszünk eladni, amit most már termelek, az most már csak a magas tápértékű anyag keverésére lesz, amit termelek oda. Hát azt most már másra nem fogjuk használni. Ugye egy füvet vágjuk ezerre, előre raktározunk rengeteg anyagot az állatoknak, mindenből. Nehogy problémák legyenek valamiből kifolyólag. Illetve meleg házokat tartunk most. Kezdtünk el venni. Ez nagyon jó, mert víz kell nekik, meg trágya. A játék az azt írja ki, hogy 40 eurót hoznak per óra, egy darab. De nem. 40 eurót azt csak akkor hozzák, hogyha csak víz van nekik. Hogyha van nekik benne trágya is, akkor 80 eurót hoznak per óra. Tehát azért az 24 óra alatt egy melegház az 1600
euró a játékba, akár honnan is nézzük. Most már nem van belőle 15 darab. Úgyhogy rettentő jól hozzák a pénzt, és meg vannak töltve. 1920 per nap. Mi? A per melegház, ja, igen. Bocs. Mert csak 20-szal szoroztál, azért mondtam, hogy... Semmi gond. Meg vannak töltve rágyával, meg vízzel, és igazából körülbelül annyi ideig elég nekik, mint az állatoknak az élelem. Rágyát ez folyamatosan termelik az állatok, azzal nincsen gond. Vízzel sincsen különösebben probléma. Mi is most már annyit rágyalevet termelnek az állatok, hogy inkább most már műtrágyázás helyett azt használjuk. Most ürül ki nekik 1%. Jó, akkor már úgyse tekered fő. Nem. Jó, én elkezdtem elkezdtem rendezni az izéket. Jó. Cocákat. Állatokat? Ja. Oké. Okay. Hát, amíg folyik a szilázs, addig most mit csináljak? Sertéseknél érdemes azt figyelembe venni, hogy ugye azoknak lényegi termelése nincsen. Tehát azok úgy kimondottan pénzt nem hoznak. Viszont annyira szaporodnak. Most már 92 darab van. És most már másfél óra a szaporodási ideje. 10 darabot vettünk, a 10 darabnál volt még ilyen 10 órás szaporodási idő. 16 volt. Ja. 16? Ja, nem tévedtél sokat. Rengeteg élelmiszert azok nem kérnek. Tehát azok ilyen nagyon igénytelenek, ahogy észrevettem. Elég sokféle anyag kell nekik, de abból viszont kevés. Mindegyikből egy nagyon minimális. Viszont annyira gyorsan szaporodnak, hogy érdemes egy bizonyos szint után már eladni a sertéseket, és viszont akkor abból van a pénz, mert mennyit mondtál, mennyire ad el egy darab sertés? 1200. Na. 1200-ért ad el egy sertést. Most ha van egy órás szaporodási idejük, ami szerintem még kevés. Elérhető. Kevés is, ja. Egy órás szaporodási idővel az 24 darab sertés egy nap. Szor 1300. Az azért már egész jó. 1200. Szor 1200. Jó van. Nem tudom, hol jársz. Számokkal valahogy. Hát számokkal el vagy évedve. Hát ez 36 ezer euró per nap. Ja. Hát tényleg azon a szinten vagyunk, hogy... Nagyon nem kell semmit se csinálnunk, csak... Csak dolgozunk az állatoknak. Igazából most már eltartanak minket az állataink. Ugye a tehenek hozzák a tejet, meg a trágyát is. Ugye a tej az annyi tejet termelnek, hogy annak eladási árából fönntartunk mindent. Még pluszba is vagyunk. Igen, igen. Tehát a napi fenntartási költségek elmennek, ami mondjuk akkora gépparkunk van már, hogy pedig már próbáltunk belőle kicsit lecsippenteni innen-onnan, amire nincs jelentősen szükség. Meg kell javítani az izét már, piros aratónak a feje. Hát te tudod csak, nálad van a zseton. Na szóval itt már napi fenntartási költségeink azok úgy néznek ki, hogy 15 ezer
Hoppa. 841. 15.841 euró egy nap csak a géppark. Állatoknak is vannak ugye fenntartási költségei, az még plusz 12.000. Az ingatlanoknak, amiket vásároltunk, 3.000 a fenntartási költsége. És ahogy látom, vannak ilyen napi üzemanyag költségünk. Ja, az nincs, az most éppen nem volt. Jó. Szóval így mindent kihoznak állatok. Szarvasmarhák, csak a többi az plusz baj. Nézd meg! Betakarításból származó bevételünk csak 12.000 volt. Ingatlan bevételünk, tehát a melegházakból volt 28.800. Tejből 36.800. Ja. Ez egy arabszik. És mennyi ott van, gyapjuk, amit el kéne vinni eladni. Ja, már lassan megtelik a kocsi, vagy megtehet. Na. Hát főkő pupozni már második emeletet. Amúgy most már megint van 176.000-ünk. Az igen. Ja, a disznókat akartam nézni, hogy még szalmát meg repcét kell vinnem nekik. Na szóval, mennyi izénk termelődött? Mit mondtunk? Trágyánk. Hát... Hogy izéknél? 70.000 liter. Az... Akkor ezeknek kő 45.000 liter, igaz? Igen. Akkor még egy pár darabot nyugodtan lerakhatok. Hát... Még ötöt. Ötöt? Hát az... 45 meg 15, azt mondja 56, az 60.000. 5 darabba. Ja. És akkor még mindig pluszba vagyunk egy kicsit, hogy izélyen. Igen, még mindig pluszba. Jó, azt nem bánom, hogy a pluszba vagyunk. Azt én se. Akkor még 5-öt tegyek le? Ha nyugodtan letehetsz még 5-öt. Jó, mert van rá pénz. Most úgyis pont azokat csinálom. Töltögetem fel izével. Rágyával. Azt utána majd a vízzen. A melegházakban egy a szar, hogy a trágyatárolójukat akat csak rakodógéppel lehet feltölteni. Tehát pótkocsiról nem lehet, hiába futószallagozzuk be a pótkocsira a trágyát, abból nem engedi feltölteni. Tehát ez ilyen szar munka, szó szerint, mint a trágya. Mert pótkocsival idehordjuk a trágyát, hogy ne kelljen érte messzire menni, abba bele kell futószallagozni. Itt meg még be is kell nekik lapátolni. De egy a jó játékba gyári eszköz, homlokrakozó, van neki 10.000 literes trágyavillája. Ez a 10.000 literes trágyavillával konkrétan három melegházat fő tudok tölteni. Úgyhogy ez elég gyorsan megy ilyen szempontból. A vizet annál rosszabb nekik feltölteni. Mert ugye gyárilag 7300 literes az a víztartály. 2000 liter víz kell egy izébe. Melegházba. Jó, rakogattunk ki ide tűzcsapokat, hogy ne kelljen messzire menni feltölteni a víztartályt. Ez akkor is marha lassan engedi ki a vizet az a... tűzcsap. Ja.
Nálam jelen pillanatban itt láttok ezt a kis barna hegyet. Az cukorrépa hegy. Az... 5 órát aratta. Jó. Az konkrétan egy aratás, ugye a 5-ös, 9-es föld kombinációjából. Az ilyen, ahogy a kukac mondaná, az ilyen beláthatatlan ideig elég lesz. Igen. Ezért vettünk egy aratót, hogy többet ne is arassunk. Vele. Már egy aratót eladtunk, mert volt terményvágónk is, de ezt eladtuk, mert rájöttünk, hogy nincs rá szükség. Jó, azért fogyott abból a hegyből. Fiú 5 órát aratta. Én meg addig kevertem a szarvasmarháknak a anyagot. Én nekem is meggyűjtek vele a problémáim, mert kitaláltam ezt a technológiát rá, hogy hogyan fogom csinálni, hogy még jobb legyen, még precízebb legyen itt a rendszer. Azért kezdeti nehézségek voltak vele, mire áthidaltuk itt a problémákat, hogy áthidaltam. Azért a pár óra munka helyett nekem is eltartott egy 4 órát kb. Mire 500 ezer litert megkevertem nekik. Alapanyagod volt 500 ezer. Jaj, nem jó helyre vittem a szalmát. Hát igen, alapanyagom volt 500 ezer, és ugye azt kellett megkeverni. Tehát nem a kész terméked lett 500 ezer liter, hanem a alapanyagod. Ja, mindegy, ja, minden. Ja. Igen, igen. A szénából, meg a szilásból. Ez a 500 ezer liter, az körülbelül 100 keverőkocsi volt. Ezzel a kicsivel. 100 keverőkocsi, durván. Na jó, annyi nem volt, de majdnem. Az ugye akkor már 1 600 000 liter ilyen előre kevert cucc nekik. Tehát az fogy a legjobban, úgyhogy... Sajnos. Na figyelj, faszikám. Ezzel nincsen gond. Én megetettem a disznókat. Azt tudom. Jó. Na figyelj, én meg most... Most főtöltöttem már trágyával a üzéket. És akkor lerakok még 5 darabot. Jó van. Azokat is megtöltöm. Mert még vízzel kell megtöltenem. Aztán... Nem vissza kell állni ezzel a hülye futószalaggal, ami nem... Jaj, ne! Anyád, úristen, hát nem főszippantotta a cukorrépát? Most ezt ki kell kanalaznom innen. Jaj... Van akkora hatósugara ennek a tökömöccsek szalagnak, te? Szépen letettem a 5 darabot. Szerintem marha jó lett. Hát az anyád úristen itt. Marha jó lett. Na. Még izéket, tűzcsapot kell ide is raknom. Hogy a vízzel ne kelljen annyit szarakodni. Ija. Na. Elmegyek a barikhoz. Jó? Ez nem egy gyár, ez nem gyári mod. Oké. Okay. Nem gyári mod a tűzcsap, de egyébként van gyári modba víz. Ilyen, minek, mi az a víztorony?
Ja. Van gyári modba víztorony például, csak ez nagyobb helyet foglal. Ez a tűzcsap, ez nem gyári mod, de... Mi letöltöttük. 500 pénzbe kerül egy tűzcsapot kirakni. Abból pénzért újra lehet tölteni a vizet, de olyan jelentéktelen összeget kér érte, hogy nem érdemes szarakodni. Ja. Érdemes lehelyezni ezeket a tűzcsapokat. Hát jó, meg ez nem olyan mod, hát hogy fúha, most mekkora cheatet érte el vele. Mert egyébként a sima vízből, tehát a folyóvízből vagy a tóból ingyen lehet hozni a vizet. De ahhoz kéne egy akkora víztartály, hogy... De víztartály modokat pont ez miatt nem is nézegettünk, mert el vagyunk a tűzcsapokkal. Ja. Ja, mert mit? Mindjárt mondom, mennyi vizet használunk el, hogyha még van olyan nap, amin látszik, hogy vettünk vizet. Ja, tényleg föltöltöttem a vizet a izéknek? Igen, föl, jó. Na, föltöltöttem a új melegházakat is trágyával. Most körbehúzom nekik a vizet. Aztán én megyek, akkor kirendezem a szarvasmarhákat, de mondjuk akkor megcsináltad a barikat. Vagy azokat is megcsináltad már? Nem, most megyek a barikhoz. Csak... Itt van vízköltségek. Azért... A három nappal ezelőtti azért is akartam, most... adat 5000 eurót számolt fel vízköltségnek. De akkor mindent föltöltöttünk. Ja. Na, mit akartam neked mondani? Nem tudom. Azért is adtam oda azt a izét, Co-Edition-t neked, hogy ha úgy van, akkor te tudjál nézni a barikhoz is, mert neked az közel van. Megyek. Csak közben... Közben a... A laptop meg hülye. Ja? Ja. Nem volt hang? Vagy? Jaj! Jaj! Történt egy kis baleset. Hát pupozz fel a raklapot. Na. Hát fölborultam a Co-Edition-ne. Ja? Na. Hát itt félúton a barikhoz. Ja? Hát akkor menj oda. Szabadíts föl magadat. Hát az lesz. Izével. Kamionna. Hát kamionna biztos, hogy nem az van a legmesszebb onnan. Ja? Mhm. Uh-huh. Akkor challenge-e. Ja, az lesz. Mondom, azt a raklapot meg pupozz föl a izéknek, és akkor ki kell nézni egy időpontot, amikor olyan jó ára lesz, ilyen 4, most nem mondjuk 4300-as olyan rossz, de azért szokott magasabb is lenni. Ezt te tudod, mert te figyelgeted, én nem szoktam. Hát, ilyen 4007 körül szokott átlag áron lenni, és hát az a plafon. Van igen ritka, amikor elmegy ilyen 5000 vagy 5000 fölé. Tehát én úgy gondoltam, hogy akkor nézzünk ki egy időpontot. Igen. Amikor izé... Mondjuk lehet vonatta egyszerű. Valaki telefonál nem. Neked. Szól a telefonod, rezeg. Ki kell nézni egy izét, egy időpontot, amikor izé.
elvisszük, akkor eladni egybe egész raklapot, ez akkor megint jó pénz lesz. Az biztos. Engem? Na. Jaj. Na, mehetünk a barikhoz. Egy pillanat. Már csak izé, közben sógorom hívott izé. Jó van. Kéne. Majd. Na, itt vagyok a bariknál. Már rendezem őket. Számítógépet javítani. Na. Valami munkatársáért. Szokásos. Ja. Szar. Valami laptopot már előre, izé. Rosszul vagyok. Jó, megcsinálom, de már előre rosszul vagyok, hogy mi kínja lesz. Már azok marha undorítóak. Ja, tudom. Te, már lassan 200 bárányunk van, azt a kurva. Fő, Jézus Úristen. De termenek is, mint a disznó. Nem tudom, észrevette-e. Hát észrevettem. Ha ennyi raklapot van. Ha ezt elviszed eladni, még itt tekerünk megint egyet, meg majd nézni ki, hogy mikor milyen ára lesz. Abból lesz annyi pénz, öcsém, hogy kifinanszírozzuk a játékot. Azért mondtam, itt nekünk már értelmét dolgozni nem is kő. Olyan úgy de izé hardcore módon. Na szia, mondjad! Nyam, nyam, nyam. Na. Azért lassan fogyogatám itt a fű a izéné. Bariknál. Hol? Bariknál. Hát most vittem oda. Nem az, amit először raktál ide. Ja, az az. Hopp! Ezt tudom, hogy fogyogat azért. Hopp! Ezt látnod kellett volna. Ezt hogy töltöttem meg? Hát kicsit meglöktem a sort, azt a alsókat beszippantotta. Majd kikő bányászni azt is, ami oda befatyogott. És arra van ötleted? Persze, benyúlsz homlokrakodóba. A harmadikat azt nem biztos, hogy kiszedi. Hát ez az. De izét ez. De bemegyek akkor homlokrakodóba, kerítésen belül. Üzéknél is azt csináltam, teheneknél. Itt most elpakolom oda innen a két maradékot. Oda megyünk két, oda megyünk kettő homlokrakodóba. Te jössz a Co-Edition-nél, én meg megyek a fekhába. Aztán izé. Te beemelsz. Nem tudom, most félrepakolom a maradék fübálát, mert nincs sok. Elég csúnyán összeborítottam őket. Na mindegy, beemelsz oda belülre, aztán izé.
Érted? Hát értem. Értem. Mind a teheneknél, hogy kiemeltelek. Csak ja. Most be. Igen. Azt utána én majd onnan már, hogy letakarítottam azt a 3-4 bálát, akkor izért. Onnan már kirezzetelem magamat. Bolthoz vissza. De ráér. Na. Akkor ennél nagyon több melegházunk nem is lesz, mi? Hát... Azt hiszem utána izére. Hát jó. Valami másra fogunk gyűjteni. Hát jó, hát... lehet majd még melegházunk, majd mert ha megállunk a disznóknak a szaporodásával egy fix szinten, akkor már tudod, hogy azok is mennyit rágyát hoznak per nap. Ja. Mert plusz meg még szaporodnak a tehenek is. Az meg a másik. Ja, mert azt beszéltük. Itt a Attilával. Verminne. Vagy... Megállunk egy ilyen fix létszámnál, tehát mit tudom én, már azt mondom, hogy a... Egyik az meg akarjuk nézni, hogy van-e egyáltalán az állatoknak valami limitje a játékba. Mondjuk szaporodási időre, vagy... darabszámra. Valahogy be van-e limitálva a játék. Mert ugye odáig még nem jutottunk el, és ezt nem tudjuk. Már úgy vettük észre, hogy itt általánosságban majdnem mindennek van limitje. Tehát van egy limit, aminél több nem lehet. És kíváncsiak vagyunk rá. De ha nem is jutunk el odáig, vagy nincs esetleg limitkorlátozás, vagy ilyesmi. Annyi állatot akarunk tartani, hogy a... ilyen alacsonyabb szaporodási idővel, hogy utána már el tudjuk őket adni. Mit tudom, egy órás szaporodás, fél órás szaporodás. Tehát a birkákkal, meg a szarvasmarhákkal onnan még nagyon messze vagyunk. És lehet, hogy ott meg olyan plafonba fogunk ütközni, hogy nem fogjuk őket tudni ellátni. Hamarabb nem fogjuk őket tudni ellátni annyi megfelelő mennyiségű kajával, mint hogy elérjük azt a limitet, hogy olyan gyorsan szaporodjanak, azt elképzelhetőnek tartom. Mert ezeknek azért elég emberfeletti mennyiségeket ide kell termelni. Na. Egy tegnap mondja nekem a Vermin, azt mondja, már kezdem úgy érezni, hogy túlnőtt rajtunk a játék. Mikor ott aratta az izét? Hát cukorrépát. Órát ezt a mennyiséget, ja. Hát jó, azért a te 2 millió liter szilázsot se volt gyenge. Eresztés. Még mindig azt húzzuk kifeleje. Azt is azért épp elég volt letaposni. Az biztos. Ezek marhán zabálják ezt az izét. Fűbálát, te. A marhák? Aha. Hát, jó, most kész. Most készítettem nekik ide marhasokat, de látom most már így izé, ilyen közel 10 darabot bekő nekik izé, nem pakolnom ám. Ez 40 ezer szépen, liter, az szépen, már ugyanaz. Mennyiség. Mennyi fér be nekik? Fű, ja. 55 ezernél járok most. Még egyet biztos, hogy bevesz. Egy bálát. Ja. Hát már szerintem van olyan 60 ezer liter izéjük. Hm? Ja de. Az már mennyiség. A marha. 700 ezer izé. Liter folyadékben van már. Folyékony trágya lé. Igen?
Ha jó, most kihúzzuk a szilást, azt elkezdek tudni aratni, akkor elkezd fogyni. Azt nézd meg, hogy főtelik-e a tartály. Nehogy főteljen a tartály. 89%. Akkor az olyan millió körül főtel, mi? Ja. Szerintem még előbb. Meg lehet. Na. Szalmabál a kocka is elég jól fogyám. Majd ültetünk egy körbuzát. Jó van, de először meg akarom várni, hogy nem létfontosságú, mert most keverni nem akarok. Meg akarom várni, hogy meg szerintem még egy keverés biztos, hogy elég. Jó, figyelj, úgyis kell a tehen, vagy disznók miatt is. Majd azoknak is kell szalma. Hát nem is tudom, mennyi van a raktárba. Tudod, meg akarom várni ezért, hogy még van bőven. Jobban fogjon. Ja, hogy egy kicsit rend legyen. Ezért is marhám fogyta ez, amit megkevertem nekik, cucc. Hát mert azt zabálják a köcsögök, semmi mást. Főleg. De egyiknek? Nem tudom, most itt a fekete ide tudsz izéni. Jönni, ha akarsz. Előbb voltam ott, átálltam a izével. Kamionnal. Kicserétem a kettőt. Már egyiknek a eleje az már ki van izéve. Ürülve. Teljesen. Láttam. Hát jó, ez még csak egy negyed része. Meg ugye hátrafelé jobban meg van pupozva, mint elől volt. Amúgy azt a... Most megtelik az a másik izé is. Kamion. Akkor utána már csak egy ilyen pár ezer liter szilás marad. Igen, látom, megtelt a kamion. És ezzel a pár ezer liter szilással mit csinálják, ha? Hát ugyanúgy kiszívjuk, azt elvisszük eladni. Azért mondom, mert nem tudok el mit csinálni. Hát csak mondtam, hogy hamarosan végzek a szipákulásra. Ja, láttam. Hát pont a egy szalmát pakolgatom nekik, úgyhogy látom. Ja, jó. Ez lenne jó, hogyha lenne valami szalmabála fogunk, amivel többet így, szalmabálát meg tudsz így stabilan fogni. Ja. Valami hasonló, mint amilyen a szalmabála gyűjtő, tudod? Ja. Ami így összefogja oldalt, vagy fönt meg lent. A modok biztos vannak. Ha valami olyan modot kéne néznünk, ja, arra gondoltam én is, hogy... Nincs bajom ezzel a izével, bála villával se. Csak mikor így össze vannak borúva a szalmabálák és nem akarja izéni, tudod? Így marha szar. Valami olyan kéne, mint a szalmabála gyűjtő kocsi. Ja, hogy így magába szippantja. Igen, csak izére, traktorra, mod, tudod, izére, homlokrakodóra. Hát csak nem akkora mennyiséget, hanem mit tudom én, egy 3-4 bálát. Érted? Amúgy ez a gyapjú is már jó mennyiségem. Hú, de ezek meg úgy megijesztettek. Ha hallom, hogy ijesztegetnek. Hát itt van 18 láda gyapjú, mit szólsz hozzá? Az már pénz. Az a 36 ezer liter. És még ki se szarta, amik itt maradtak, tudod? Mit mondtál, mennyi van ott? 18. 18. Igen.
Hát a második sor fele megvan. Na. Te hogy állsz a visszapakolásokkal? Na. Hm? Abban már majdnem 200 ezer pénzünk lenne. Hogy állok a visszapakolásra? Uh-huh. Most fejeztem be. A melegházakat is föltöltötted? Persze. Jó, az orvos marhákat. Akkor megvannak állatok is. Ja, fullossak. A zsír. Hát jó. Tart ez olyan sokáig. Főleg úgy, hogyha te is csinál, azt csinálod a izéket. Hát jó, én addig a... Még te a melegházakat, meg a szarvasmarhákat elrendezed, addig én a... Nekem van idő a cuccákra, meg a izékre. Barikra. Most el kéne vinni a kamion szilást, hogy még a maradék... Már viszem a egyiket. Jó van. Nekik állom intenzíven füvet vágni. Hogy itt visszatermeljem a szilást. Ja, nekem meg aratni. Oké. Okay. Oké. Okay. Jó van. Na. Most akkor visszatermelem oda a 2 millió liter szilást, de akkor abból már nem viszünk el eladni, hanem akkor ezt meghagyom izére. Keverésnek. Keverni. Az megint beláthatatlan ideig elég lesz. Hát 4 keverésre. 500 ezer litert keverek egyszerre, nem? 4 neki rugaszkodásra, ja. Hát de a 4-szer ennyi kaja, az már beláthatatlan ideig elég, nem? Igen, igen. Jövök, persze. Jó. Már itt vagyok. Te, kiugrok ebből a szarból. Ide tudsz jönni? Elviszed a birkáknak még ezt a maradék füvet, meg izé. El kéne indítani a fűnyírózást. Persze. Ezzel a zölddel. Vagy mit tudom én. Vagy a feketével is elindíthatod, mert a zölddel meg a trágyát kéne. Na, srácok, majd adja annyi, hogy a szünetet úgy fogjuk tartani a stream alatt, hogy leállítom a streamet, és a szünet végeztével újraindítom, hogy a stream ne legyen túl hosszú, és YouTube-ra rögtön tudjam küldeni annak, aki esetleg nem látja a streamet, azt meg tudja YouTube-on nézni az adást. Tehát ne legyen túl hosszú egy adás, mert akkor nem tudom föltölteni a YouTube-ra. Így kb. Ilyen 1 órás, max. Másfél, 2 órás részeket gyártani. És így a legegyszerűbb megoldani. Úgyhogy ne lepődjetek meg azon, hogyha adás vége jelzés van. Most hova megyek én? A barikhoz akartam menni, jó van. Na, hamarosan tartok egy kisebb szünetet, csak azért mondom, hogy erről tudjatok. Bálák kirakodása.
Kavics ne legyen útba. Ha látjátok, így rezegnek a bálák. Jaj! Hülye lag. Nem, majd mindjárt átolatunk ide, aztán oda tudjuk állítani a másik teljes kupac mellé. Nagyon soha mindjárt sikerül. Sokat nem szabad ott átsorogni, mert összedűnek. Na! Jaj! Mindjárt én burítom föl. Jó, úgy jó lesz. Na! Most rossz gombot nyomtam, oké. Nem tudjuk, miért csinálja a játék ezeket a laggolásokat, de ez van sajnos, így van. Nem tudunk mit csinálni. Na, ezzel meg vagyunk. Visszavisszük kukacnak a bálaszedőt, akkor elindítjuk neki a fűnyírást. Persze majd a játék is úgy akarja, és nem atomra széjjel laggolja magát. Na. Amíg ő meg ott nyírja a füvet, addig én aratok. Na, re. Na, re. Csak közben föl kellett állnom segíteni, meg hoztam magamnak hülye kaját. Jól van. Jó étvágyat. Na. Nem sokat. Nem tudom. 7-8, meddig játszunk, kérdezik. Mi baja? Hát én olyan 8-ig kb. Jó van. Na, akkor viheted is a szilást, aztán én meg már ráállok a fűnyíróra. Tessék. Most más nem kő. És akkor van ott a izéknek is elég fű ott, nem? Persze. Ez a jó. Barikkában olyan 4 kockát esznek meg egy ilyen pörgetés után. Jó, hát majd viszont még neki, hogy vágom a fűt. Ja, és akkor már csak egyszer kell visszajönnem az izéért. Szilázsért. Most azt hova viszed? Én meg izé... Rosszra álltam rá, fűnyíróra akartam csak. Máson gondolkoztam közben, aztán... Látom! Te! Azon gondolkoztam, hogy még vissza kéne jönnöm a kamionnal izét, a trágyát kiszedni, nem? Ezt odahozni? Hát nem. Kupacra. Ha jó, nem tudom, hogy... most ott elég. Ja? Szedni. Akkor jó. Ha van most ott elég. Akkor jó. Odavittem 6, 8 vagy 10 darab izét. Ilyen kamiont. Kamionost? Telit? Aha. Azt... Aha. Ja, Jézus Úristen. Azt beláthatat... Hát, mind a két oldalon. Végén. Akkor az beláthatatlan ideig elég végén lesz. Végén is, meg elején is. Végén is, meg elején is annak akkora kupacok, hogy nem is akar fogyni. Most, ja, most azon gondolkoztam, hogy kiürítted a maradék izét. Ja, épp... Szilás már végre. Nem pingelne szarrá a játék. Majd
egy kis anyagom még, amikor elköl. Kapornod? Indítom. Mindjárt. Ezt legalább tudok én is aratni. Most a időt úgyse pörgetett föl fű miatt. Aj, tudok nyugodtan aratni. Hát amíg nem trágyázok, addig nem. Ja, azért mondom, amíg nem trágyáztad be, addig nem. Ez egy újítás. Ugye régen. A fű, mikor el lett vetve, akkor a vetéssel együtt meg lett trágyázva. És a trágya folyamatosan úgy jelezte a játék, hogy meg van trágyázva. Még ha lenyírtad, akkor sem is. Sem kellett trágyázni, mindig. Ja, ja. Most minden egyes fűnyírás után újra kell trágyázni. Trágyázás nélkül meg olyan minimális mennyiségű fűnő, hogy... Hogy az semmi. Én is elmegyek egy szünetre. Addig épp előbb mondtam el, hogy a streamet addig le fogom állítani. Tudod, hogy ne legyen olyan túl hosszú egy stream, hogy föl tudjam mindenképp YouTube-ra tölteni. És akkor inkább itt tartunk ilyen 1 óra, másfél, max 2 óránként szünetet. És akkor nem lesznek olyan hosszúak az izék, a videospotok. Na. Oké. Te. Most már jó lenne oda tolatná, ahova én akarom. Hogy? Na. Remélem nem kell kiszánom, hogy kiszívja a maradékot. De ki kell szánom. Jaj, de jó. De ez a nagy futószalag... Meg akkor három fogom. Alig akar menni. Alig tolat hátra, majd megáll, érted? Jaj, ne! Aj. Főszívta a maradék szecskát hátulról, izé. Az nem baj. Csak járjál rá az izére. Nem az a baj. Most nagyon is az van. És nem akarja kirakni.
Ilyenkor mi van? Kontrollízzed ki kintre, kívülre. Hát de nem akarja kintre lerakni. Hiába kontrollíztem. Na. Na végre. Na megint megszívta magát, te. Hát tököm tele van. Undor már, ugye? Igen. Látom, megint ott van. Pedig már nincs sok. De nézd meg, egyszer ezt szívja, egyszer azt szívja, látod? Most ezzel nem tudok mit csinálni, mert segítenél neked, de... Most zabálom. Zabálok. És ide belülre nem engedik kontrollízni? Nem. Most egy kicsit előrébb állsz a futószalagba. A hátsóba, úgyhogy izé. De amúgy ott még előrébb is van egy pötty szilázs. Azt most raktam oda. Ja? Igen. Te? Le tudom fedni a silót, érted? Van benne 30 liter szecska, 100%-ra tömörítve. Na, most már üres? Na. Jó. Itt hagyom a szarjaidat. Oda kiraktam, ott a szecskát megtalálod, a maradékot. Azt fő tudod kanalazni, az egy kanál kb. Szerintem az nincs. Ja. De azt mondja, te megoldod. Persze. Jó van. Na. Megint ám kanyarba laggol ám a játék, hol máshol. Na, akkor én leürítem ezt a maradék kis szilát. Elmegyek, learatom a szójababunkat. Azt pénzé is lehet majd tenni. Aztán ültetek egy kör kukoricát. Mert ugye dinnyóknak nagyon nagy szüksége van a kukoricára. Legyen bőven. Jó, még van valami 200.000 liter, de egy aratás még azért belefér abba a silóba. Azt... Jó van. Azt elég lesz, az beláthatatlan ideig. Jó van. Én is termelek, nekem mindegy, hogy pörgetünk-e vagy nem. Hát fűnyírás miatt nem mindegy. Anyád. Jó van, elmegyek akkor. Most befejeztem a kaját. Jó van. Jól van, megyek én is. Na, szóval mi is tartunk egy pár perces szünetet most. Addig leállítom a streamet, és akkor szünet után indítom újra. Annyi, hogy még ezzel a kamionnal odaállok leüríteni a aratót.
Most szójababot ültettünk, azt fogjuk, azt aratjuk. Aztán jön a kukorica, aztán repce, aztán napraforgó. Na, szóval innen fogjuk folytatni. Ne menjetek sehova. 5 perc és jövünk.